Annyi ember életét megkeseríti más emberek gyengesége, sikertelensége, kudarca. Persze ott vagyunk saját magunknak mi is, a mi sikertelenségünk is akár végigkísérhet egész életünkben, és pont akkor jön elő ez a kudarc élmény, amikor leginkább talpon kell lennünk, és meg kell mutassuk a világnak azt, hogy mire vagyunk képesek. Sajnos akkor, amikor valami jót kéne csinálni, akkor kevesen gyűlünk össze, de akkor, amikor rombolni kell egy világot, mint egy ember világát, az önbizalmát, akkor rögtön sok ember képes szinkronban tenni azt, ami igazán rossz a másiknak. Nem egy sötét képben akarom lefesteni ezt a világot, hanem csak annyit szeretnék kiemelni, hogy amikor jót teszünk, akkor szinte mindenkire szükség van, egyetlen rossz vélemény is megmérgezi az egész szet, az egész véleményalkotás vagy egy társaságnak a jókedvét. És akkor, amikor valamit rombolni kell, akkor minden egyes szó csak segíti a rombolást, tehát nem kell sok energia hozzá. Ez lehet a oka annak is, hogy a világban, a társadalomban az emberek, ahogy véleményt alkotnak magukról, másokról, azonnal lerombolnak minden maguk körül, vagy magukban is. Tehát saját magunkat is leromboljuk olyan módon, hogy mondunk valamit magunkról, gondolunk magunkról valamit, és tehát leromboljuk saját magunkban is úgy, hogy gondolunk magunkról valamit, és nem vagyunk hajlandók felépíteni azt a világot, ami valójában mi vagyunk, és a külvilág ezt látná belőlünk, de mi mást állítunk magunkról. Mielőtt bármit is mondanék erről az egész témáról, voltam egy koncerten, Johanna lányom énekelt, és kiválasztott egy olyan előadót magának, amiről majd ő elmondja, hogy miért választotta ki. Hallgassuk meg ezt a koncert részletet, mert ebben a dalban benne van ez a téma, benne van ennek a megoldása, és erről fogunk egy kicsit beszélni, tehát jöjjön a koncert felvétel. Hello, sziasztok! Lengyel Johanna vagyok. Nem először állok színpadon, bár mégis mindig sikerül úgy besteszelnem magam, hogy akár lebetegedek. Ez ma este is így történt. És ez valószínű azért van, mert a mai világban nagyon nagy szerepet játszik a megfelelési kényszer, és ez megakadályozza azt, hogy őszintén és magabiztosan kiálljunk és viselkedjünk a társadalom vagy egyes embereknek az elvárásaival szemben, félve a kudarctól, hogy nem feleltünk meg. Én most egy olyan dalt hoztam, ami viszont arra bíztat, hogy legyünk büszkék arra, hogy kik vagyunk, bízzunk a képességünkben, és merjünk kiállni magabiztosan, mert ha ezt meg tudjuk tenni, akkor onnantól ezek az elvárások mind nem tudnak minket kísérteni többet. Úgyhogy én most megpróbálom félretenni a félelmeimet és az akadályokat, és kiállni azzal az egy céllal, hogy átadjam ezt az üzenetet, ami igazából a fontos része ennek az egésznek. Ez így Jill Scott-tól a Hate on Me. On a silver platter.
Nagyon szeretem a művészeti megközelítéseket, mert sokkal pontosabban, komplexebben átadják azt, amit kell csinálni. Egy ilyen vlogban igyekszem megmondani azt, hogy mit lehet csinálni, mit kell csinálni. Nem azért, mert pontosan ezt kell csinálni, hanem valaki ebben meglátja és asszociál a saját megoldására. Tehát nem szóra-szóra kell venni mindent. Éppen ezért jó mondjuk egy zenében, egy versben, vagy bármiben megfogalmazni egy problémát, mert sokkal jobban megközelíti az embert, nem csak gondolkodásában, hanem érzelmileg is. Ebből könnyebb egy jobb cselekedetet létrehozni. Tehát térjünk vissza oda, hogy a környezetünkben vannak káros hatások. Sajnos a jelenlegi technika lehetővé teszi például az arctalan véleménynyilvánítást, tehát arc nélkül könnyen a másik arcába tudjuk vágni, akinek van arca például, hogy az miért nem tetszik, miért béna valamiben, mit nem csinál jól. És akkor, amikor olvassuk ezeket az üzeneteket, hallgatjuk ezeket a véleményeket, akkor nem látjuk azt, hogy egy sikertelen senki mondta, hanem csak annyit látni belőle, hogy valaki mondta, és mi azt feltételezzük jóindulatúan, hogyha valaki megmert szólalni és kritizálni mást, akkor annak sok éves tapasztalata van arról a dologról, sőt professzionálisan műveli azt a területet, és az ő véleménye egyfajta társadalmi etalon. Azért valljuk be, ez a lehető legritkább esetben van így, vagy talán soha. A kritika eleve olyan, hogy persze nagyon jó, hogy van kritika, de a tanító és építő kritika az egyetlen, ami elfogadható. Azt tudja az embert egy olyan irányba vinni, amelyből egy erősebb és jobb ember lesz. Nem ezt kapjuk, az interneten főleg nem ezt kapjuk. Már ugye szemtől szembe állnánk, akkor ezek az emberek meg sem mernének szólalni. Ezek mind ilyen fotelben ülő kommentelők, akik az életükben semmit nem csináltak, ha csináltak, az nem sikerült. Mégis megítélik a másikat. Utálkozóknak hívja a dal, és ez egy elég jó kifejezés, mert igazából magukat utálják, az életet utálják, nem téged személy szerint, és éppen ez az a gondolat, ami elvezethet oda, hogy megértsd azt, hogy ez a jelenség hogy jelenik meg a társadalomban, és így azt is megértheted, hogy ezzel fölösleges foglalkozni. Szóval igen, ezek az utálkozók nem teszik jól, nem feltétlen bíztatnám őket, de valójában így kell hozzáállni, hogy hát utálkozzál, csináld, gondolj bármit, mondj véleményt rólam, sőt, várd el tőlem, hogy ezt is ezt fogom csinálni, és én majd nem fogom csinálni, tehát ezt javaslom mindenkinek, hogy nagyjából így kell felülemelkedni, első lépésben így kell felülemelkedni az ilyen jelenségeken és az ilyen embereken. Ezek az emberek mind-mind magányosak maradnak, vagy egymaguk magányosak, vagy csoportban magányosak maradnak, nem tudnak fejlődni, nem tudnak tovább lépni, nem is lesz más véleményük, nem is fog fejlődni a kritikájuk és a kritikai érzékük. Neked viszont fejlődnöd kell, haladnod kell, éppen ezért más és más módokon kell megközelíts saját magadat. Nagyon fontos az önbizalom elérése, magabiztos legyél. Nem a hülye magabiztossága kell, hanem egy egészséges önbizalom, tehát az, amikor nem állítasz magadról valamit, amire csak vágysz és nincs meg, ez nem önbizalom és magabiztosság kérdése, hanem arról van szó, hogy te vagy, aki vagy, csinálsz, amit csinálsz, tegyél meg minél többet azért, hogy jobban csináld azt, amit csinálsz, és jobb legyél annál, aki vagy, nem másokhoz képest, hanem csak saját magadhoz képes. Ez nem egy szint, ez nem egy elvárás, ez egy stratégia, hogy te ki tudjál állni bármikor a többiek elé, és kimond a nevedet hangosan, de nem ordítva, hanem olyan hangosan, hogy érthető legyen, és könnyen befogadható, nem zavaró a másik számára. Ugye ez a harsány magabiztosság, ez nagyon beteg jelenség azért az életünkben is, és a napjainkban, bár gondolom ez az előző generációban is így volt, és majd így lesz a következő, és csak mindig azt mondjuk, hogy éppen most basztuk el az életet és a világot. Nem, ez folyamatosan teszi az emberiség, de most mi vagyunk soron, tehát most mi vagyunk itt a színpadon, ami történik, az ránk fogható. Szóval a lényeg az, hogy nem kell harsánynak lenni ahhoz, hogy magabiztos legyél. Csendben lehet egy sarokban ülni magabiztosan. Csendben lehet állni egy tömegben magabiztosan.
és csendben el lehet érni sikereket magabiztosan. Az más kérdés, hogy stratégiailag néha fel kell emelni a szavunkat, néha erősebben oda kell rakni a véleményünket, néha a kritikát is meg kell jelenítsük, bár eddig arról beszéltem, hogy ne kritizáljunk, tehát építő kritikát meg kell jelenítsünk, akkor kritizáljunk, amikor tudjuk, hogy hova tudjuk elvezetni a másik embert. Magunkkal szemben rettentő fontos, hogy így viselkedjünk, és ha már elvárjuk azt, hogy mások ne viselkedjenek így velünk, hogy mások ne várjanak el tőlünk semmit, akkor mi sem várjunk el tőlünk semmit, még az sem, hogy ne viselkedjenek így. Tehát ez sem elvárás, ez csak egy gondolatébresztés arra, hogy az elvárás az mindenképpen rossz, az elvárás ellen viszont egyféleképpen lehet küzdeni, felül kell emelkedni ezen a gondolaton, először megértve ezt a dolgot, utána, illetve először megfigyelve, aztán megértve, és utána már természetességgel lehet a saját életedet élni. Ne várd el magadtól, hogy tökéletes vagy, fogadd el először magadat, mások is el fognak jobban fogadni téged, és fogadd el a többieket, de arról, hogy mit jelent ez az elfogadás, és milyen más út van még az elvárásokkal és az utálkozásokkal szemben, erről majd a Premium Vlogban sokkal többet fogok beszélni. A videótáron, a weboldalon megtalálhattok még egyéb videókat is, egyéb kérdésekre. Nincs elvárás. Találkozunk a következő vlogban, töltekezzetek fel sok-sokféle művészetek által is.